Összesen 45 csapat versengett egymással a Székesfehérvári Diáktanács sportnapján, pénteken a Bregyóközi Regionális Atlétikai Központban, amely minden évben hagyományos programja a testületnek. Az eseményre általános és középiskolás csapatok adhatták le nevezésüket összesen 3 sportágban. Böhm László, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke elmondta, több mint 400 diák vett részt a foci, streetball és strandröplabda minitornákon, amelyeket 2 napon bonyolítottak le. Az idei év úgymond rendhagyó volt, mivel 2 különböző napon, 2 pénteken rendeztük meg a mérkőzéseket. Az első pénteken a futballmérkőzéseknek a selejtezőjét tartottuk meg, és a mai napon tartottuk meg a maradék futballmeccseket, illetve volt a kosár és a röplabda. Reggel igazából elkezdtük, és azóta folyamatosan zajlanak a mérkőzések. Mészáros Attila, a polgármester, kiemelte, a Székesfehérvári Diáktanács egyik fontos feladata, hogy olyan programokat szervezzen az önkormányzat segítségével, ahol a fehérvári fiatalok találkozhatnak, sportolhatnak, vagy éppen szórakozhatnak kultúrált körülmények között. Nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy ilyen sok csapat jelentkezett, hiszen a 3 sportágban összesen mintegy 50 csapat vetélkedett a mai nap folyamán. Sajnos az időjárás azért nem volt teljesen kegyes a fiatalokhoz, de talán a tűző napsütés és a 30 foknál egy kicsit jobb volt ebben a kicsit talán hűvösebb időben sportolni, de örülök, hogy ilyen sokan itt voltak és sportoltak, hiszen nyilván ez a legfontosabb célja. A délutáni eredményhirdetésen Székesfehérvár alpolgármestere gratulált a fiataloknak, majd átadta a díjakat a helyezést elérő csapatoknak.